Aki eddig nem ismerte a paraszolvencia fogalmát, annak már nem is érdemes megtanulnia. 2021. január 1-ével ugyanis bővült a vesztegetés, és a vesztegetés elfogadásának köre a büntető törvénykönyvben. A korábbi szabályozás szerint vesztegetés miatt akkor volt büntethető az orvos vagy egészségügyi dolgozó, ha előre kért valamilyen jogtalan előnyt, jutalmat, például pénzt a betegétől az egészségügyi szolgáltatásért cserébe. Ha viszont nem kérte, csak utólag elfogadta a betegtől kapott hálapénzt, akkor azt a törvény nem büntette. A január 1-én hatályba lépő módosítás alapján viszont az orvos, illetve az egészségügyi dolgozó minden esetben büntethető, ha a betegtől az egészségügyről szóló törvényben meghatározottnál nagyobb értékű ajándékot, így akár hálapénzt elfogad. Nincs jelentősége annak, hogy az orvos kérte ezt az ajándékot vagy sem, a büntethetősége attól függ, hogy elfogadta-e vagy sem. Az egészségügyről szóló törvény szerint az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó a szolgáltatás nyújtását követően egy alkalommal fogadhat el a betegtől ajándékként olyan tárgyat, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át. Ez jelenleg körülbelül 8000 forint összegnek felel meg. Olyan betegek esetében, akik folyamatosan vagy hosszú ideig részesülnek valamilyen egészségügyi szolgáltatásban, ilyen ajándék elfogadására 2 havonta egy alkalommal ad lehetőséget a törvény. Az a személy, aki a megengedett értéket meghaladó ajándékot vagy hálapénzt ad, vagy ígér az orvosnak, illetve egészségügyi dolgozónak, ha a súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az orvos 3, de akár 10 éves büntetést is kaphat, például ha önálló intézkedésre jogosult személy. Élesedik a hálapénz elleni fellépés az egészségügyben, írja a Magyar Nemzet, melynek újságírója arról tájékoztat, hogy megalakult a Nemzeti Védelmi Szolgálat egészségügyi szolgáltatók védelmi főosztálya. A szervezet március 1-jével lép majd fel, úgymond véd a korrupciótól az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők esetében, sőt a védelmi tisztek napi szinten együttműködnek az egészségügyi intézmények vezetőivel és dolgozóival. Az MVS vezetői felvették a kapcsolatot mind a magyar orvosi, mind a magyar egészségügyi szakdolgozói kamarával, mivel a cél jól felfogott érdekből közös, mint írják, a korrupció a hálapénz ellen csak a szakmai szervezetekkel közösen fellépve lehet sikert elérni. Azt is megfogalmazták, hogy a cél nem a büntetés, hanem a megelőzés. Köztudott, hogy mindeközben a hónap végéig kell nyilatkozniuk az egészségügyi dolgozóknak a szolgálati jogviszony létesítéséről.